Sziasztok! Hoztam nektek a horoszkópos jóslatokat november hónapra. Megnézzük, hogy milyen energiák lesznek. Kezdjük is a kosokkal. Na nézzük, hogy milyen változások lesznek, mi az, ami fontos. Úgy látom, hogy lelkileg teljesen fel fogsz töltődni, olyan, mint a hónap végén ott lenne az egyensúly, tele leszel energiával. Novemberben vigyázni is kell az energetikára, hiszen ö, sok szerettünk velünk van. Ilyenkor energiakapuk nyílnak, ugye halottak napján. Úgyhogy így van. Most egy férfi lelket látok egyébként, aki úgy látom, hogy üzenni akar valakinek párkapcsolati szempontból. Ott van a megújulás, ott van az új párkapcsolat, ha párkapcsolatot keresel. És van férfi, halottad, akkor lehet, hogy neked szól. Ott van az új időszak, tartalmas időszak, ott vannak az értékek a szerencse. Tele leszel erőven, energiával, kreativitással, úgy látom, hogy olyan kis művészi vagy. Úgyhogy kibontakoztathatod magad be ezt a képességet, akár pénzt is kereshetsz vele, úgyhogy valamit most el tudsz indítani. Így van hogyha gyermeket szeretnétek, maximálisan támogatva van, jó a gondolat, lehet próbálkozni. Hó végére viszont olyan, mintha akár munka, akár ö, valamilyen tekintetbe kisebb negatív energiák lennének, az is lehet, hogy munkát keresel, hiszen látom, hogy akiknél el van akadva valami. Lesz rá lehetőség, az is lehet, hogy régóta keresel munkát. Most látok egy stabil munkát, többből ki is tudod választani, ami számodra stabil. Ö, így van. Egy szeretett teljes női főnököt látok most, hogyha ez rád vonatkozik. Tehát megvesznek az eredmények, tedd az energiádat, meg ott lesz. Így van. Ott lesz az eredmény. Pozitív üzeneteket fogsz kapni. Az emberi kapcsolatokkal kapcsolatban azt mutatja a kártya, ha van olyan hölgy a személyedbe, aki féltékeny rád, vagy hamiskodik, akár munkahelyen, nem menj bele, mert látom, hogy te harmóniában vagy, tehát nem érdemes vitatkozni, mindig vannak hamis emberek, vagy féltékeny emberek, akik rosszat akarnak, szépen ki kell kerülni. Na no, nézzük a totem állatok mit üzennek neked. Mi az üzenet neked? Hattyú. Nézz mélyebbre, a felszín alatt óriási kincsek rejtőznek. Na nézzük, hogy a bikáknak mit hoz ez a hónap. Novemberben milyen energiák lesznek, milyen fordulópontok, mire kell vigyázni. Most anyagi tekintetben lehet kiadás a családban, úgyhogy feleslegesen ne szórjuk a pénzt, hiszen látom, hogy szorgosan gyűjtögettek, akár egy új ingatlanra, úgy látom, hogy spóroltok, így van. Meg is lesz az eredmény, hiszen látok már szerződést házzal kapcsolatban, úgyhogy lesz segítség ezzel kapcsolatban. A kártyáim azt üzenik neked, hogy az apró betűs részt is gondosan olvasd el, nehogy kisebb meglepetés vagy bosszúság érjen hivatalos ügyjel kapcsolatban. Úgy látom, hogy sokatoknál nagyon működik a spiritualitás, tudtok jól vonzani, súgnak is fentről nektek, akikkel kapcsolatban álltok, csak hidd el magadról, és ne gátold. figyelj a régi jelekre, figyelj az üzenetekre, mert ott van, hogy küldik neked. Így van, gyermekekkel kapcsolatban is jó hírt hallasz, jól alakul az életük, alapjába véve ott van a szeretet a családban. Így van. Megnézzük, hogy a totem állatai mit üzennek neked. elefánt, ismerd meg a múltat, hogy tud, hol vagy és merre tartasz. Na nézzük, hogy az ikreknek mit hoz ez a hónap novemberben, milyen változások lesznek, milyen energiák jönnek. Úgy látom, hogy esetleg, ha valakinek volt valami kisebb betegsége, műtét, bármi, akkor ott van a pozitív, folyamatos javulás, ott van a lelki egyensúly, így van. Hivatalos ügy tekintetében nagyon sok mindenkinél van egyébként házzal kapcsolatos ügy, házzal kapcsolatos papírok, az anyagiak rendeződnek, meg lesz az a ház, amire vártok, illetve ingatlan de bele kell tenni az energiádat, tehát neked kell elindulni, keresgélni, mert meg lesz az eredmény, hónap közepére már megvan, amit szeretnél, olyan kis kezdeményezőnek látnak, olyan kis művészinek, ezt is kibontakoztathatod magadban. Így van, költözés is ott van, úgy látom, hogy aki költözni készül, vagy most újította fel a házat, lakást, szerződés, adásvétel után, kicsit nehéz az energia, <laughs> az is lehet, hogy sok pénzt kellett belefektetni, de kész lesz az, nem érdemes stresszelni, épp időben minden kész lesz. Úgy látom, hogy a párodnál, vagy nálad a munka maximálisan támogatva van, sokan vagytok úgy, hogy külföldön kerestek munkát, támogatva van a munka, úgy látom, hogy kettő munka, vagy több munka közül ha választhatsz, és emberek hozzák hozzá a lehetőséget, úgyhogy lehet nézelődni munka kapcsán, lesz rá megoldás. Na nézzük, hogy a totem állatai mit üzennek neked. Jeges medve. Nincs lehetetlen, világosan állj ki magadért. Na nézzük, hogy a rákoknak mit hoz ez a hónap. <laughs> milyen energiák lesznek, milyen változások. döntések lesznek, több dolog is, ami úgy látom, hogy hosszú távú nálad, hosszú távú célok megvalósulása, akár vállalkozás, tehát jó hírt kapsz, úgy látom, hogy amit kigondolsz, maximálisan támogatva van, lesz segítség, akár hivatalos ügy tekintetében, vagy szülők tekintetében is. Sokatoknál van a spiritualitás, hiszen ott van a lélek, a karmalapja, az üzenetek, a gondolat. Valamit akarnak nektek mondani fentről, légy nyitott, mert megkapod a válaszokat fentről. A kártyáim azt üzenik, ha utazni szeretnél, akkor lehet, hogy lesznek ezzel kapcsolatban kisebb akadályok, de az is megvalósul. Tehát lehet, lesz csúszás, mert hogyha külföldön vannak a gyerekek, vagy te dolgozol külföldön, az is lehet, hogy gátolva van a találkozás, de reményed szerint úgy látom, hogy ez is megvalósul, nem kell félni, meg kell tervezni mindent. Lehet tolódhat. No, nézzük, hogy mi az üzenetem. A totem állatok taróból nektek. Mókus, az univerzum szeret téged, sok-sok rejtett kincset tartogat számodra. Így van. Itt vannak a kincsek, figyelj a jelekre. No, nézzük, hogy az oroszlánoknak mi üzen a cigánykártyám, milyen energiák jönnek novemberben, mire kell figyelni. Úgy látom, hogy szerelem tekintetében valami megerősödik, ott van a szerencse, pozitív gesztusok, üzenetek. Nem kell megijedni, esetleg csúszik valami, vagy anyagiak tekintetében sok volt a kiadás. Hú, úgy látom, sokatoknál van olyan, hogy ház, lakásvásárlás, hivatalos ügyek, munka, ami pénzzel kapcsolatos. Lesz, lesz, rá üzenet, hogyha régóta keresgéltek, stressz helyzet volt ezzel kapcsolatban, azt üzeni a cigánykártyám, hogy tedd bele az energiádat, hiszen magadnak köszönheted, te jársz utána, te telíted vágyaiddal, amit el akarsz érni, és lesz rá megoldás, hó végére maximális energiaszinttel tudsz működni, úgy látom, hogy a gyerekekkel kapcsolatban, családdal kapcsolatban nincs probléma, a kártyáim azt üzenik neked, hogy a hastáikra kell vigyázni, Na, nézzük, hogy a totem állatok mit üzennek neked. Szarvas, légy bátor vezető, szavaid és tetteid legyenek összhangban. Na, nézzük, hogy az szüzeknek mit hoz ez a hónap, novemberben milyen energiák lesznek, milyen változások, bárki is esett. Úgy látom, hogy valami akadály lesz hónap elején. Na nézzük, mi ez. Így van olyan, mintha vágyaidat nem tuddád megvalósítani, több dolgot is fogadsz a fejedben. Az is lehet, hogy munkát keresel, és nem úgy jön. Öm, az ajánlata, hogy szeretnéd, egy kicsit, mintha meg lenne rekedve, hiszen a pénzben látunk megrekedést vagy bosszúságot, azért lehet, hogy sok volt a kiadás, de úgy látom, hogy mindenki egyenlétődik, hiszen fentről küldenek neked megoldásokat. Az is lehet, hogy olyan emberekkel ismerkedsz meg, akik hoztak neked jó lehetőségeket. Így van, sokatoknál van egyébként olyan, hogy esetleg halott anyuka, apuka, nagymama, bárki üzen fentről hiszen most halottak napjával ugye nyílik, nyílnak az energiakapok, a szeretteink fokozottabban megjelennek, segítenek nekünk. Sokatoknál az az üzenet, aki párt keres, meg lesz az a pár. Egy pozitív, személyiségű, fiatalos ö, lélek, aki egy kicsit távol lakik tőled, külföldön vagy másik városban él, de ez mindez megoldható. Na nézzük meg, hogy a totem állatok mit üzennek neked. Kos. nem menj fejjel a falnak, harcolni csak nyugalomban érdemes. No nézzük, hogy a mérlegeknek mit hoz az a hónap, milyen változások lesznek, milyen energiák jönnek. családban. Csodálatos lapok, ú, gyermekszületés, esküvő, bármi unoka. Úgyhogy családban nincsenek problémák, úgy látom, több gyerek is akar leszületni, kreativitás látok, tiszta gondolatokat, több dolgon is gondolkodsz, amit meg szeretnél valósítani. Munka is hivatalos ügytekintetében jár a fejedben valami, ami úgy látom, hogy ha egy kicsit megakad, akkor ha teszel érte, ezek a negatív energiák hónap végére már úgy látom, hogy megállíthatók, de egyébként külfölddel kapcsolatban a félelmek elmúlnak, tehát olyan, mintha külföldön szeretnél dolgozni, vagy lakni, vagy a gyermekei donokáid vannak külföldön, az a homály, ami most van, de akár pénzkereséssel kapcsolatban is, vagy munkával kapcsolatban úgy látom, hogy ki fog világosodni, hiszen emberek formájában jönnek a lehetőségek, lehet érdeklődni, több variáció lesz, és nagyon hamari megvalósulás anyagi tekintetben. Sokatoknál van olyan, hogy kiegészítő munka, fizetés, emelés, plusz pénzek, ott van a stabilitás anyagilag. Na no, nézzük, hogy a totem állatok mit üzennek neked. Krokodil, türelmed meghozza a várt eredményt. Nézzük, hogy a skorpióknak mit hoz ez a hónap, milyen változások jönnek, milyen energiák lesznek, úgy látom késesett egy lap. <laughs> no nézzük. Ó, ha gyermeket szeretnétek, vagy unoka leszületés, két gyermek, egy fő, egy lány, nagyon hamar megvalósítható, ott vannak az értékek, ott vannak a csak nem kell félni hogyha esetleg olyan emberek vesznek körül, mert van bőven, úgy látom, akár munkahelyen, vagy bárhol, akik áskálódnak, valami nem tiszta, vagy homályos, nem kell velük foglalkozni, le tudod építeni, ne húzzák az energiádat, felesleges belemenni, hiszen látod, hogy pozitív vagy, nagyon spirituális, tiszta gondolatokkal is nagyon jól tudsz vonzani, tud, hogy áldás van rajtad, és a kapcsolatodon is, ha párt keresel, vagy ha van párod, gyönyörű, csodálatos lapok, lélektársi kapcsolat, ott vannak az örömök, tervezhettek együtt, több dolog is van, amit meg tudtok valósítani, családi segítséggel látom, hogy egy érett vagy ott áll melletted a szerencse, tehát párkapcsolatban nem látok problémát egyébként, ha párt keresel, akkor ott a lehetőség, a közös gondolkodás, így van, hamari dolgok megvalósulása, de anyagi tekintetben is úgy látom, hogy megvan a stabilitás, illetve meg lesz. No, nézzük. Nézzük a totem állat. Mit üzen neked? Teknős, lassíts a tempón, hogy tudj irányt váltani a kellő időben. Így van, lesznek lehetőségek. Ma nézzük, hogy a nyilasoknak mit hoz ez a hónap. Mire lehet számítani novemberben, milyen energiák lesznek. úgy látom, hogy kicsit terhelt energetikailag a hónap eleje, az is lehet, hogy amin agyalsz ingatlannal kapcsolatban, bármivel kapcsolatban, ez egy kicsit tolódik, de arra is lesz megoldás, hiszen látom, hogy megvan a megfelelő ingatlan, ott van a költözés lehetősége, akár összeköltözés is egyébként a lélektársaddal, vagy a pozitív pároddal, akivel egy a gondolkodásotok így van, tehát párkapcsolatban kapcsolatban összeköltözés, vagy bármilyen támogatott dolog, gyönyörű lapok a szerelemre, ott van, hogy nyitott szívcsakrával, vagy így van, Anyagi stabilitást is látok hónap elején, azok a negatív energiák vagy gondolatok, ami a stabilitásod útjába állt, azok szépen kitisztulnak. Úgyhogy harmonikus anyagiak, harmonikus párkapcsolat, olyan, mintha be tudnád vonzani tehát minden szinten, ami kell neked gyermekekkel kapcsolatban. Úgy látom, hogyha külföldön vannak, megvan a harmonikus kommunikáció, több dolog, amit meg tudtok beszélni, tehát ott van a lelki egyensúly. Nézzük meg, hogy a totem állatok mit üzennek neked. Flamingo. Légy jelen a mostban, hogy a csodák megtörténjenek. Így van. Ott vannak a csodák, a fentről támogatott dolgok. Na nézzük, hogy a bakoknak mit hoz ez a hónap. Milyen energiák lesznek, milyen változások. novemberben mi várható. Foglalkozz egy kicsit saját magaddal, nem mindig másnak akar megfelelni, azt mutatja a kártyám. A vágyaidat meg kell valósítanod, de új energiák jönnek, hivatalos ügy tekintetében, ha munkát szeretnél keresni, akár még több fizetésért, plusz pénzért is, messzebb kell menned egy kicsit, vagy külföldre, hogyha azt tervezted, Hirtelen lesz megoldás mindenre, ott a döntés, nem kell tovább toszogatni a döntésedet, hogyha meg szeretnéd valósítani magad, akkor nem másnak akar megfelelni, ne azt nézd, hogy másnak hogy a jó, mert látom tele vagy szívvel, lélekkel, segíted az embereket, olyan kis ö, ö, lelkis vagy. Nem, nem kell. Foglalkozz most saját magaddal, hiszen be tudsz vonzani mindent, pozitívak a gondolataid, úgy látom párkapcsolatban is kézzelfogható dolgok lesznek már hónap végén, ha ismerkedni szeretnél akkor jó szét kell nézni, mert rengeteg lehetőség lesz. Így van, férfiak, nők tekintetében ahhoz kell ragaszkodni, amit te szeretnél, a pozitív gondolatokhoz. Ha valamit úgy érzel, hogy nem jó vagy félelnek, szomorúság van benned, azt abba is kell hagyni. Így van, tehát ott vannak a pozitív dolgok nálad is, plusz pénzek is akár, vagy, vagy jó munka, egy olyan kreatív munka, amiben úgy látom, hogy a kis lelked is megnyugszik, teljesen feltöltődsz, és plusz pénz is lehet hirtelen megoldásokkal. Na nézzük, hogy a totem állatok mit üzennek neked. Papagáj, használd az egyediséged, tűnt ki a tömegből, néha hallgatni a legjobb megoldás. Na no, nézzük, hogy a vízöntőknek mit hoz ez a hónap, milyen energiák lesznek, milyen változások. Úgy látom, egy kis nehezített energia munkaügyben, sokatoknál van, hogy nincs munka, nem érzitek jól magatokat, munkahelyvesztés. A kártyáim azt üzenik, hogy légy határozott hiszen pozitív gondolatokkal be tudod vonzani a vágyaidat, úgyhogy nyugodtan kér segítséget, akár családból, ismerősök között, mert lesz rá megoldás. Tehát ha munkát keresel, ott a több lehetőség, kettő lehetőség is, és azt választod, amelyik, amelyik többet fizet, úgy látom, de meg lesz rá, így van, kettő lehetőség van, meg lesz rá a megoldás, tehát anyagi stabilitást is látok. Sokatoknál van egyébként párkapcsolatban megakadás, vagy eltávolodás. Az a probléma, hogy vagy nem beszéltek, vagy nem találkoztok eleget. Az is lehet egyébként, hogy távolság van köztetek, erre is lehet megoldás hónap végére, hogyha olyan kapcsolatban vagy, ami bosszant téged, vagy csak húzza az energiádat, nem megfelelő a kommunikáció, nem tudtok találkozni, akkor légy erős, így van, le kell zárni, és jön a következő, mert ott van a szerencsé és a megnyugvás, még ha nem is látott tisztán, akkor is meg lesz a megoldás, így van. Mert küldenek neked olyan párkapcsolatot, ami számodra megfelelő, tehát ha olyanban vagy, ami gátol téged, akkor azon változtatni kell. Így van. Lesz több lehetőség is pénzkeresésre, munkára. Na nézzük meg, hogy a totem állatok kártyám mit üzen neked. Sas. Emelkedj új magasságokba, hogy tisztában láthass. Így van, és tisztázódik minden, úgy látom. Meg lesz a megoldás. No, Nézzük, hogy a halaknak mit hoz ez a hónap novemberben, milyen változások lesznek. Olyan, mintha hirtelen felszabadulnál. Rengeteg ember vagy rengeteg hölgy vesztéget körül. Így van, ott van a szeretet, úgy látom. Tehát fel fogsz töltődni hónap elején. Arra kell vigyázni, hogy ne túl sokat dolgozz, Ha esetleg nincs munkád, akkor nem kell azon agyalni, hogy hogy lesz. Mert tiszta gondolatokkal, bármit, határozottsággal be tudsz vonzani vágyai teljesülését, mert sokan vagytok úgy, hogy vagy nagyon sokat dolgoztok. És ez már lelki fizikai szinten úgy látom, hogy érzitek ezt a fáradtságot, vagy hogy nincs annyi energia, vagy nincs munkátok. Tehát munkával kapcsolatban mindenképpen ott van a pozitív eredmény, így van, vágyaitok szerint. De szerelemmel kapcsolatban is, hiszen úgy látom, hogy ha keresgész, akkor ott van egy olyan kis pozitív, humoros kis ember, aki. Úgy látom, hogy több ingatlannal rendelkezik, hűséges társad és anyagbiztonsággal rendelkezik. Így van, tehát párkapcsolati tekintetben valami most elindul, nem kell megijedni, hogyha egy kicsit döcögősebb az eleje, vagy valami csúszik, maximálisan áldással ott van az út kettőtök között, tehát lesz rá megoldás. ne vegyél mindent magadra, azt hiszen, a kártyám, tók is, is vagy úgy látom, te is segítesz mindenkinek, most csak magaddal foglalkozz, mert épp, ha kellene a segítség neked, gondolkozz el rajta, hogy kire számíthatsz. Az energiáknak ki kell, hogy egyenlítődjenek. no, nézzük, mi az üzenet a totem állatokból. Pók, kezd el szőni terveit, hálóját, hogy kinyithasd a bőség ajtaját. <laughs> Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem! Csodás, novembert kívánok nektek, úgy, ahogy elterveztétek!